tőke injekció a közigazgatásba, új járási kormányprogramról beszélt Navracsics Tibor Békés Csabán. A térség képviseletében alelnököket és tanácsnokokat választott a vármegyei grémium. Békés Csabáról Párizsba, október 20-án a francia fővárosban nyílik kiállítása Scholz Endrének. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Januárban indulhat el a járások versenyképességét javító kormányprogram, fogalmazott a közigazgatási és területfejlesztési miniszter csütörtökön Békés Csabán. Navracsics Tibor bejelentette, a programnak köszönhetően a Békés Csabai járás 500 millió, míg a többi járás 250 millió forinttal gazdagodhat majd 2025-ben. Az összegek fejlesztési és üzemeltetési célokra is igényelhetők. A miniszteri sajtótájékoztatót Békés vármegye főispánja nyitotta meg, aki kiemelte, a miniszter egy egész napot töltött Békés Csabán, amelynek zárásaként a Békés vármegyei települések vezetőinek a versenyképes járások elnevezésű programról tartott tájékoztatót. Navracsics Tibor elmondta, az a cél, hogy január 1-től egy olyan program tudjon elindulni, amely csökkenti a területi egyenlőtlenségeket Magyarországon, hiszen ma óriási a fejlődési szakadék az országon belül. A versenyképes járások program azt a célt szolgálja, hogy az iparűzési adónövekmény egy részéből, tehát a 2025-ös iparüzési adónövekmény egy részéből, durván feléből a területfejlesztési alapot létrehozva, egy olyan pályázati alapot hozzunk létre és kínáljunk a járásoknak, az önkormányzatoknak, amelyek révén különböző térségi projektekkel adott esetben hozzáadott támogatást is kapjanak. A miniszter hozzátette, a koncepció kiinduló pontja az, hogy azon járások esetében, ahol az iparűzési adó növekmény 2025-ben nem éri el a 250 millió forintot, vagy a megyeszékhely központú járások esetében az 500 millió forintot, a költségvetésből kiegészítik az összeget. Hogyha innen nézzük, akkor Békés vármegye egyértelmű nyertese a versenyképes járások programnak, hiszen a Békés Csabai járás így 500 millió forintból, a többi járás pedig 250 millió forinttal gazdálkodhat majd 2025-ben. Célunk az, hogy amikor megjelöljük a pályázati köröket, azaz milyen témában lehet pályázni, akkor úgy a fejlesztés, mint az üzemeltetés megjelenjen ezen célok között, hiszen pontosan tudjuk, hogy az önkormányzatok számára problémát jelent az, hogy az elmúlt évek fejlesztéseit ma szinten kell tartani. A miniszter azt is elmondta, egyéni képviselői indítványként törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki fizetések rendezése érdekében. Jelenleg az önkormányzati törvény tételesen szabályozza a polgármesterek fizetését. Ez gyakorlatilag azt tenné szükségessé, hogy minden egyes emelésnél egy kétharmados törvényt kell módosítanunk, ami nehézkessé teszi az egész folyamatot. Éppen ezért az én javaslatom arra tesz javaslatot, hogy arányszámot használjunk, a nemzetgazdasági átlagkereset meghatározott arányát érvényesítenénk az egyes polgármestereknél, az egyes település kategóriák vonatkozásában. A miniszter kifejtette, ma a nemzetgazdasági átlagkereset 650 ezer forint körül van, ehhez képest igazítják majd a különböző polgármesteri kereseteket, amennyiben az országgyűlés elfogadja ezt a törvényjavaslatot. Békés vármegye önkormányzatának közgyűlése rendkívüli ülést tartott október 17-én csütörtökön. A grémium a működéséhez elengedhetetlen tisztségek kiosztásával készítette elő az 5 éves ciklus munkáját. A közgyűlésen többek között alelnököket és tanácsnokokat választottak, de a 4 bizottság tagjait is kijelölték. Megállapítom, hogy 16 fővel a közgyűlés határozat képes. A vármegyei grémium a rendkívüli ülésen 10 pontot bocsájtott szavazás alá, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az újonnan választott közgyűlés a munkáját el tudja kezdeni. Molnár Sándor elnök elmondta, a grémiumnak az alelnökök és a tanácsnokok személyeiben is döntenie kellett, de egyéb feladatok is várták a képviselőket.
Minden olyan delegálásban is tudtunk dönteni, ahol a megyei önkormányzat most a közeljövőben már delegátokat kell, hogy küldjön, és a képviseletét el kell, hogy lássa, hiszen nagyon-nagyon sok olyan fontos területfejlesztési feladat van a megyei önkormányzat hatáskörében, ahol döntésekben részt kell vegyünk, és azt a munkát segítenünk kell. A közgyűlésen először az alelnökök személyeit bocsátották szavazásra, amely után Szegedi Balázs és dr. Ónodi Gyula főállású alelnökként, már Jalaki József pedig társadalmi megbízatású alelnökként segíti a képviselőtestület munkáját. Szegedi Balázs általános alelnökként az elnök teljes körű helyettesítésének feladatait látja majd el. Egy csomó olyan kötelezettsége van Békés vármegye önkormányzatának, ami nyilván az elnök egy személybe nem tud eleget tenni. A fő feladatom az, hogy mindenképpen segítsem az ő munkáját. Ez rengeteg tárgyalással jár, rengeteg helyen ott lenni. Az előző, most már mondhatom, hogy 10 éves ciklusban azt gondolom, hogy az a vezetés nagyon magasra tette a lécet, de mi most még följebb helyeztük, és ebben kell tenni. A közgyűlés folytatásában a tanácsnokok kiválasztása és megszavazása volt soron. A képviselők 5 tanácsnok személyéről döntöttek, amelynek végén Mucsi András, Farkas Tamás, Kónya István, Seres Péter és Lehockiné Tímár Irén vehette fel feladatait. A tanácsnokok egyetlen hölgy tagja, Lehockiné Tímár Irén az új feladatkörében is igyekszik jól ellátni feladatait. Azt gondolom, hogy a lakossággal való konkrét együttműködés, a megjelenés a különböző rendezvényeken, és hát képviselni a megyei, vármegyei önkormányzatot. Békés vármegye önkormányzatának közgyűlése a tervek szerint november 2. felében ül össze újra, amelyben még további delegálások és folyamatban lévő ügyek áttekintése lesz napirenden. A látás hónapja alkalmából a Délalföldi Rehabilitációs Központ ágazatközi találkozót szervezett Békés Csabán. A cél a különböző intézmények és szervezetek együttműködésének segítése volt a látássérült emberek széleskörű rehabilitációjának érdekében. A Kreatív Formák Alapítvány látássérültek Délalföldi Rehabilitációs Központja biztosítja a látássérültek úgynevezett elemi rehabilitációját. A szervezet szakemberei segítenek elsajátítani a látássérülteknek azokat a képességeket és készségeket, amelyek az önállósághoz szükségesek, így például megtanítják őket háztartást vezetni, vagy hosszú fehérbottal közlekedni. Nagyon jók a tapasztalataim, például az ő segítségükkel tanultam meg évekkel ezelőtt, sok évvel ezelőtt hosszú fehérbottal közlekedni. Én azóta is nagyon-nagyon sok éve hosszú bottal közlekedem a városban, teljesen egymagam. Az eseményen a szakmai előadások mellett az alapítvány szolgáltatásait igénybe vevő látássérültek is beszámoltak tapasztalataikról, amelyekből kiderült, hogy az okos eszközök ma már nélkülözhetetlenek a hétköznapjaikban. A mennyezeten sötét színű gerendák és fénylámpák találhatók. A terem végében színes fászok lógnak le a mennyezetről. Az emberek többsége komolyan néz, néhányan hasonló. Csontosné Erdei Ildikó éppen azt mutatja az esemény résztvevőinek, hogy a telefonjára letöltött alkalmazással hogyan tud fényképet készíteni a teremben ülőkről. Mint mondta, az alapítvány reményt adott neki arra, hogy sokkal hasznosabban töltse a mindennapjait, és segítettek neki megtalálni azt az eszközt, amivel tartani tudja a kapcsolatot a külvilággal. Skype-on felhívom, vagy felhív engem az oktató, és ő szintén látássérült, semmit nem lát, és engem így tanít Skype-on keresztül, mondja, hogy mit csináljak a telefonon, és gyakorlatilag mindent így tanultam meg, amit a telefonról tanultam eddig, de vannak, akik ide a Békés Csabára bejárnak az alapítványhoz. A Kreatív Formák Alapítvány célja, hogy szolgáltatásaik segítségével a látássérültek teljes életet tudjanak élni, és kapcsolódni tudjanak a közösséghez. A csütörtöki konferencia előadói és nézői között volt számos Békés vármegyei szociális, oktatási és egészségügyi intézmény képviselője.
és együtt tudunk működni mi intézmények, különböző civil szervezetek, akkor ez az együttműködés, ez támogatja a látássérült személyeket abban, hogy a teljes életet tudják tovább élni, és ebben a konferencia előadásaival arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mik azok a lehetséges kapcsolódási pontok, amit kicsit tovább gondolva a szervezetek szorosabbra tudják fűzni az együttműködésüket. Az ágazatközi találkozón az érdeklődőknek lehetőségük nyílt az alapítvány szakembereit a gyakorlati tapasztalataikról is kérdezni. Október 5-én szombaton nyitotta ki újra kapuit a Békéscsabai Árpád gyógy- és strandfürdő. Az őszi átállási időszak 2 hete alatt a kötelező karbantartási munkálatokat végezték el az uszodában. Felállították a közel 3,5 tonnás sátrat, valamint kitakarították és újra töltötték a medencéket. Közel 2 hétig volt zárva az Árpád gyógy- és strandfürdő az őszi átállási munkálatok miatt. A törzsvendégek és a bérletesek nehezen bírták ki ezt az időszakot, hiszen vannak olyanok, akik már több évtizede nap mint nap a csabai uszodába járnak. Én ezt a fürdőt már nagyon-nagyon régóta szeretem, én már az 50-es évek óta járok ide. Én meg szoktam menni a nyári szezonbérletet, a téli szezonbérletet, úgyhogy én egész nyáron itt nyaralok, egész héten itt telelek. Én nekem, amire szükségem van, én azt mindent megtalálok itt. Én napi rendszerességgel járok úszni, úszok az uszodába, nyáron hátul az élménymedencébe, télen meg itt a gyógyvízbe. Hát télen itt a benti gyógyvízbe, nyáron meg a kinti gyógyvízbe. Én minden számításomat itt megtalálom. Tóth Gábor már 30 éve jár rendszeresen a fürdőbe. A törzsvendég kiemelte, hogy mindig tiszta és kulturált közeg fogadja őket. Többek között emiatt is ajánlja mindenkinek, hogy vegye igénybe az uszoda nyújtotta szolgáltatásokat. Én azt ajánlom minden olyan békéscsabai lakosnak, főleg nyugdíjasnak, hogy igenis jöjjön ide, járjon ide, mert ez a kis nyugdíj mellett is megfizethető, élvezhető, és az életét, ezt úgy mondom, hogy legalább egy 5-8 évvel meghosszabbítja az életét, és ezt vegye figyelembe. Zsadon Endre a fürdő vezetője elmondta, hogy minden évben 2 alkalommal kell elvégezni a karbantartási munkálatokat az uszodában. Ősszel a téli, hidegebb időjárásra készültek fel a fürdőben. Az előre betervezett időtartam alatt el is készültek a karbantartási munkálatokkal. Ezen az őszín most túl vagyunk. Felállítottuk a sátrat, fel lettek töltve a medencék, vízminták lettek véve. Javítási munkák, ugye, amit nem látnak ugyan a vendégek, de a vezetékek karbantartása, tisztítása, vízkőtelenítése zajlott. Készülünk ugye a téli időszakra, a hidegebbekre. Ezért ez egy fontos feladat ebben az időben, hogy kiváltsuk a gázenergia felhasználásunkat. A fürdővezető optimistán és bizakodóan tekint a tél elé, hiszen felkészülten várják a vendégeket. A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnáziumi és Kollégium 2024-ben is csatlakozott az Erasmus Days nemzetközi oktatási programsorozathoz. A 3 napos eseményen beszámolók, interaktív előadások hangzanak el, valamint nagyszabású online konferenciát és bázisintézményi programot is szervez a gimnázium. Nagyszámú érdeklődő diák gyűlt össze az Andrássy Gimnázium ebédlőjében az Erasmus Napok programsorozat tájékoztatóján. A programban már részt vett diákok beszámolója megerősítette, a projekt pozitív hatást gyakorol a jelentkezőkre. Az Erasmus program, mint ahogy a mottoja is mondja, ajtókat nyit a világra. Tehát ez azt jelenti, hogy szélesíti a látókörüket a résztvevő diákoknak, kollégáknak feltehetően, illetve nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy a jó gyakorlatokat átépítsük, vagy beépítsük az itteni iskolai tevékenységünkbe. Amellett, hogy a programban résztvevő diákok, illetve kollégák nyelvi tudásra gyarapszik. A programsorozatot szervező középiskolában immár 2016 óta működik sikeresen az Erasmus program. 2022 óta pedig külföldi tanulmányutakat is szerveznek a pályázó diákság számára.
Mi ehhez egy belső pályázati rendszert állítunk össze. Itt leginkább azt nézzük meg, hogy milyen a tanulónak a nyelvi felkészültsége, a kreativitása, mennyire elkötelezett az adott projekt célkitűzései iránt, milyen a fellépése, hogyan érezné magát ezen a programon, és hogy mennyiben képes az ott tanult dolgokat, képességeket hazahozva azt duplikálni vagy sokszorozni. A háromnapos eseményen résztvevői beszámolók, interaktív előadások hangoztak el, valamint nagyszabású online konferenciát és bázisintézményi programot is szervez a gimnázium az Európai Uniós pályázati programhoz kapcsolódóan. A forradalom igazsága az Igazság forradalma címmel rendhagyó előadást tartottak a Munkácsi Mihály Múzeumban csütörtökön. Az eseményen Murányi Levente 56-os elítélt mesélte el személyes élményeit. Közel 150 diák töltötte meg a Munkácsi Múzeum Pátkai Ervin termét csütörtök délelőtt. Az intézmény történész muzeológusa arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy az előadást tartó Murányi Levente pont abban a korban ismerhette meg a forradalom arcát, amiben most ők vannak. Azért kerestem meg őt már a tavalyi évben, mert hallottam egy előadását, és mivel hogy ő ott volt, és hasonló korú gyermek volt akkoriban, azt gondolom, hogy az, hogy a diákok egy olyan korban hallják azokat a történéseket, amit ő személyesen átélt, akkor tudják egyébként fölfogni azt, hogy valójában ők, hogyha ott lennének, akkor mi is, hogy is cselekednének. Murányi Levente tevékenyen részt vett az 1956-os eseményekben. Felidézte, a forradalom kezdete egy keddi nap volt, amikor edzésre igyekezett a műegyetemre. És ott láttam, hogy van egy meglehetősen nagy ember tömeg. És kérdeztem a sporttársaim, akik ott lézengtek, hogy mi ez. És akkor mondták, hogy ez egy deputáció tulajdonképpen, ami pár emberből tart, a többi csak szimpátia alapon kíséri el őket, és mennek át itt a hídon, a Szabadsághídon, a Gellért térről, és a Bródy Sándor utcában a rádióba igyekeznek. Az előadáson elmondta, hogy 1957. februárjában, a márciusban újrakezdjük mozgalom szervezése közben több társával együtt elfogták. Ezt követően katonai bíróság ítélkezett felettük, három társát kivégezték, őt fiatalkorúként 3,5 évi letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Solc Endrének néhány nap múlva Párizsban nyílik kiállítása. A Békés Csabai festőművész tárlatát Habsburg György, magyarországi nagykövete nyitja meg október 20-án a párizsi Magyar Katolikus Misszió épületében. Solc Endre a Békés Csabai Rózsa Ferenc gimnáziumban érettségizett 1978-ban. Szegeden szerzett földrajz és rajztanári diplomát, tanulmányai befejeztével hazatért szülővárosába, és itt dolgozott tovább. Hangsúlyozta, hogy az impresszionizmus rendkívül közel áll hozzá. A témáim impresszionisztikusak, azért is választottam megint Párizst, mint 30 évvel ezelőtt, és ez a Monet, Manet, nem tudok kibújni ebből a köpenyből. Őket szeretem utánozni, úgymond, de ez nem olyan utánzás, hogy most másolnám őket, hanem ilyen, olyan, ahogy szoktuk mondani, parafrázis. A művész galériájában arról is szót ejtett, hogy 30 évvel ezelőtt is volt egy tárlata Franciaország fővárosában. Mint mondta, akkor 50 diákjával utaztak ki az országba. Vittem egy nagyon különleges családi fényképet oda, Habsburgottónak ajándékba, ahogy József főherceg fogadja Temesváron, Buziásfürdőn az első világháborús hadsereget, akik itt mentek át Békés Csabán vonattal, és vitték a lovakat, stb. Felszerelést, és akkor ez az egy fotó volt, azt ajándékba adtam, meg egy kis festményemet, és megkértem, hogy segítsenek nekem egy párizsi kiállításba. Az alkotó több mint 20 munkájából álló tárlatát Habsburg György Magyarország nagykövete nyitja meg október 20-án vasárnap a párizsi Magyar Katolikus Misszió épületében. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon.
Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!